Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Stúdiónk mai vendége Boldog István országgyűlési képviselő. Köszöntöm Önt, és köszönöm, hogy ismételten elfogadta televíziónk meghívását. Én is tisztelettel köszöntöm Önt is, és a televízió nézőket is. A mai műsorunkban az elmúlt esztendő értékelése kapja majd a főszerepet, azonban szót ejtünk aktualitásokról is. Több jelentős esemény történt 2016-ban, az egyik legjelentősebb téma, amiről beszélnünk kell, az a kvóta népszavazás. Ebből a szempontból hogyan lehetne értékelni az előző évet, és mi várható 2017-ben? Hát azt gondolom, hogy az illegális bevándorlással szemben, a kormány politikája mellett egy olyan társadalmi összefogás alakult ki az országban, amilyen soha előtte nem történt. Jól látható volt az elmúlt esztendőben is, de már az előtte levő évben is, hogy az illegális bevándorlás óriási terhet ró az országra, óriási terhet ró egész Európára. És egész Európában Magyarország az az ország, amelyik ezt olyan módon kívánja kezelni, hogy nem befogadni akarja az illegális bevándorlókat, hanem azt mondja, hogy maradjanak a határainkon kívül, ne jöjjenek be, majd mi kiválogatjuk közülük azokat, akik menekült státuszt kaphatnak, akik tényleges menekültek, és nem gazdasági bevándorlók, adott esetben akár terroristák. Ugye ez sajnos Európában, Nyugat-Európában bebizonyosodott, hogy ezek között, az illegális bevándorlók között terroristák is megbújtak, nem is kis számban. És ez mellett, a politika mellett, az emberek először aláírásukkal álltak ki, úgymond, hogy nincs szükség nálunk a gazdasági bevándorlókra, az illegális bevándorlókra, és hogy az a politika, amit a kormány folytat a kerítésépítéstől kezdve addig, hogy hármas határvédelmet állított ugye fel, ma már folyamatos járőrözés van a kerítés mellett, sőt egy újabb biztonsági zónát építünk ki. Ez mellett a politika, mert először aláírásokat gyűjtöttünk, volt a kormány küldött ki kérdőíveket, ugye, amelyen támogatásáról biztosították ezt a politikát az emberek, és hát volt a kvóta népszavazás, hiszen az Európai Unió az úgy kívánta rendezni az illegális bevándorlóknak a kérdését, hogy Angela Merkel-el az élen becsalogatták ide ezeket az embereket, hitegették őket, utána meg azt mondták, hogy hát akkor most szétosszuk az összes európai állam között, nem számít, hogy valaki nem akar ilyet, nem ért ezzel egyet, akkor is adunk nektek ezekből pár ezret, pár tízezret, aztán majd pár százezret, és ahogy jönnek a bevándorlók, minél többen, annál többen. Nyilvánvalóan, hogy Németország úgy gondolta, és Angela Merkel, hogy azokat a gazdasági bevándorlókat, akik valamilyen munkába befoghatók, ez a teljes bevándorlói népességnek már jól látszik 1-2%-a, ezt megtartja magának Németországban, az összes többit pedig majd elküldi Kelet-Európába, a nagy részét. Ugye ezt megakadályozandó miniszterelnök úr folyamatosan a tárgyalásokon megvétózta azokat a szabályozásokat, amelyek arról szóltak, hogy Magyarországra is küldjenek ilyen bevándorlókat, illetve ugye ne felejtsük el, hogy az Európai Bírósághoz fordultunk abban a kérdésben, hogy már van egy kvóta ügy, amiben mi bírósághoz fordultunk, ez folyamatban van ez az ügy, és hogy ne lehessen további kvótákat kiszabni ránk, ezért hoztuk be a népszavazást, hogy tudjunk egy olyan alkotmánymódosítást végrehajtani az emberek felhatalmazásával, amellyel egyszer és mindenkorra rendezzük ezt a kérdést. Az emberek több mint 3.300.000-en szavaztak egyöntetűen az ellen, hogy Magyarországra kvóták alapján bevándorlók érkezzenek, hogy ide bárki azt mondhassa, hogy ha akarjuk, ha nem akarjuk, ide embereket telepítenek a nyakunkra. Ezt egyértelműen utasították az emberek, és ez alapján próbáltunk meg a parlamentben egy alkotmánymódosítást véghez vinni. Sajnos az alkotmánymódosítás mellé egyetlen ellenzéki párt sem állt mellé, még az a Jobbik sem, amelyik elmondta, hogy ő egyetért vele, és minden jó lesz ezzel, az is talált egy kifogást, amellyel nem szavazta ezt meg. Ugye jól látszik, hogy ez a kifogás csak kifogás volt, hiszen ők arra hivatkoztak, hogy a letelepedési kötvény, amely egy értékpapír, amíg ezt nem szüntetjük meg, ők nem szavazzák meg. Mi akkor is megmondtuk, hogy a letelepedési kötvénynek az nem egy bevándorlási kötvény, az egy értékpapír, ráadásul ezt a kormány ki fogja vezetni.
Ugye ennek a kivezetéséről meg is született a döntés, de hát nyilvánvaló, hogy a Jobbiknál ez csak egy indok volt, és nem szavazták meg az alaptörvény módosítást sajnos. Így az alaptörvény nem tudtuk módosítani, de az Alkotmánybíróság az alaptörvény jelenlegi állapotát átvizsgálva már megerősítette azt, hogy nem lehet ránk erőltetni senkit kvóták alapján. Ez egy fontos megállapítás, de mindenképpen sokkal jobb lett volna, hogyha az alaptörvény módosítást elfogadjuk. Hát sajnos vannak olyan pártok Magyarországon, az összes ellenzéki párt sajnos, akik a menekült kvóták mellett tették le a voksukat, az MSZP-től, a DK-n keresztül, a Jobbik, az LMP, mindenki a menekült kvóták pártján áll, mindenki azon a párton áll, hogy Magyarországra menekülteket kell betelepíteni. Ugye Vona Gábor annak idején elmondta 2013-ban, hogy az iszlám a világ, talán valami olyasmit mondta, hogy a világ megmentője, vagy utolsó reménye, ugye, hogy az emberiség utolsó reménye az iszlám, és hát most egy napokban tett interjúban meg is mondta, hogy ő nagyon szívesen a kormányfő lenne, akkor mecseteket építetne Magyarországon, ő engedni, hogy minél több mecsetet építsenek Magyarországon. Ez azt jelenti az én számomra, hogy most már egyértelműen kiviláglott, hogy miért is szavaztak ők nemmel. De ez nem csoda, hiszen ne felejtsük el, hogy nagy nemzeti kérdésekben Vona Gábor soha nem állt a magyar emberek oldalán, hiszen a kettős állampolgárságról való szavazáskor is a büfében volt dolga, éppen a szavazás helyett, most pedig, amikor itt volt a lehetőség, hogy valamit javítson és valamit tegyen a magyar emberekért, akkor nemet mondott, és Gyurcsány Ferenc oldalára állt ő is, az egész Jobbik frakció. Szomorú ez, én véleményem szerint a saját szavazóikat is hátat fordítottak ezzel. Talán majd egyszer a szavazóik is levonják ebből a következtetést. Úgy látom a elmúlt napok töltéséből, hogy kezdik levonni egyébként, hiszen a népszerűségük egyre jobban veszít az eddigi színből, amin nem csodálkozom. Mindenképpen az év legnagyobb eseménye akkor is, ha nem sikerült az alaptörvényt módosítani, az az összefogás, ami kialakult ebben az országban, az a több mint 3.300.000 ember, aki egyöntetűen nemmel szavazott a kvótákra, az egyértelműen kifejezte a béli véleményét, hogy nem kérünk az illegális bevándorlókból, és ez az összefogás azt gondolom, hogy példaértékű, és azt gondolom, hogy erre kell építeni az ország jövőjét, arra, hogy ez az ország képes nagy többségében egy irányba húzni az ország szekerét, egy irányban vinni ezt az országot, nem csak szerintem az illegális bevándorlás terén, hanem akár az ország gazdasági fejlesztése terén is. Amiről nagyon fontos még beszélnünk, az az idei évet érinti a béremelés és az adócsökkentés. Mit tudhatunk a konkrétumokról? Ugye a béremelésnek is gyakorlatilag az alapjait azt az előző években tettük le, és ezt mindig hangsúlyozni szoktam, hogy ez a béremelés, ez a magyar emberek munkájának köszönhető. Annak a munkának, hogy 2010-ben odálltak a kormány mellé, és a kormány iránymutatásai alapján gyakorlatilag végig kitartottak az mellett, hogy az a gazdaságpolitika, amit a kormány visz, és amit egyébként az összes ellenzéki párt, és külföldről, IMF-től kezdve, az Európai keresztül mindenki támadott, ez a gazdaságpolitika, ez jó irány, és ez a gazdaságpolitika az, amely mentén szintén úgy, ahogy az előbb mondtam, hogy felsorakoztak az emberek a kvóták mentén, ez mentén is felsorakoztak az emberek, hiszen ezt bizonyították a 2014-es szavazáson, hogy kiálltak a kormány gazdaságpolitikája mellett is azzal, hogy újra Orbán Viktor bízták meg kormányzással. És ez a gazdaságpolitika, az embereknek ez az óriási összefogása és a munkája, a mindennap végzett munkája eredményezte azt, hogy eljutottunk oda, hogy most már nem csak a nagy mutatókban, mint államadóság, GDP, hiány, jutottunk, léptünk előre nagyot, hanem már a tavalyi esztendőben is egy jelentős béremelés volt a dolgozóknak, és az idei esztendőben pedig, és jövőre is jelentősen megemelkedik a minimálbér, és ahogy a napokban, tegnap is mutatták a híradóban, a nagyobb cégeknél már még a minimálbér emelésénél is nagyobb béremeléseket adnak a cégek, azért, hogy azokat a dolgozókat, akik náluk dolgoznak, meg tudják tartani, hiszen óriási verseny van ma már azért bizonyos szakmákban a szakemberekért, és ez miatt, a verseny miatt ahhoz mennek a jó szakemberek, ahol jobban megfizetik őket. Ez egy fontos dolog, 2010 óta eljutni idáig az elmúlt 7 esztendőben, ez egy óriási dolog, azt gondolom, hiszen 2010-ben még több mint 12% volt a munkanélküliség, ma meg a 4% közelében van. Itt a mi térségünkben történetesen már lassan 4% alatt lesz a munkanélküliség. Ez egy óriási dolog.
És ennek köszönhető az, hogy mi folytatva azt, amit elkezdtünk egyébként 2010-ben, meg az előző kormányzás idején a 2010 és 14 között, csökkentjük az adókat, és próbáljuk minél jobban emelni a béreket. Az Orbán kormányokra mindig is az volt a jellemző, már a legelső Orbán kormányra is, hogy a minimál bért próbálta a lehető legnagyobb mértékben emelni. Ha emlékszünk még rá, akkor annak idején megduplázta a minimál bért. Most is óriási lépést teszünk előre, gyakorlatilag az idei esztendőben, meg jövőre nagyobb mértékben emelkedik a minimál bér százalékosan, mint amilyen mértékben a teljes 8 éves szocialista kormányzás alatt emelkedett. Tehát látható, hogy ez mellett vagyunk. Természetesen ezt az ellenzéki pártok támadják, minden ellenzéki párt adókat akar emelni. Tehát mindegyik azon van, hogy szüntessük meg például az egykulcsos személyjövedelem adót, és vezessünk be több kulcsosat. Ez azt jelenti, hogy minden ellenzéki párt emelni akarja az adókat, hiszen a középrétegtől elkezdve, a középrétegtől fölfele mindenkinek megemelni az adóját. Ezt nem lehet megtenni, mert azzal, hogy csökkentettük az adókat, és több pénz maradt az embereknél, ezzel nőtt a vásárló erejük, és minél többet vásárolnak, nyilvánvalóan annál több adó is folyik be egyébként az államkasszába, és annál nagyobb lehetőségek vannak arra, hogy fejlesztéseket hajtsunk végre, vagy olyan intézkedéseket hozunk, amellyel tovább tudjuk pörgetni a gazdaságot. Ugye a tavalyi esztendőben egy 2% körüli gazdasági növekedés várható, hogy annyi volt, de az idei esztendőben már 4% fölé várják az elemzők a gazdasági növekedést, pontosan a béremeléseknek, az Európai Uniós projekteknek, illetve a vásárló erő értékének növekedése következtében, hiszen minél többet vásárolnak az emberek, annál jobban pörög a gazdaság. Úgyhogy én bizakodó vagyok erre az esztendőre, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó évet hagytunk magunk mögött, egy olyan évet, amikor minden mutatóban az ország teljesítette a nemzetközi elvárásokat, és a magyar emberek is léphettek egy lépést előre. Az idei esztendőben meg szerintem még legalább egyet, vagy inkább azt mondom, hogy a tavainál egy nagyobb lépést fognak előre lépni az emberek a saját életükben, pontosan a béremeléseknek és az adópolitikának köszönhetően. Ha rátérünk kicsit az élelmiszerekre, tavaly a sertéshús áfája csökkent, idén pedig a baromfi és a tojás áfája is csökken. Mit tudhatunk ennek a részleteiről? Hát ugye nagyon fontos, hogy meg kell próbálnunk az alapvető élelmiszerek áfáját csökkenteni, de nem úgy csökkenteni, ahogy a szocialisták csökkentettek áfát, ugye, hogy a választások előtt lecsökkentették, és utána fölemelték, hanem úgy csökkenteni az áfát, hogy tartósan. Ugye itt csökkentettük az építkezéseknél az áfát, az éttermi szolgáltatásoknál csökkentettük az áfát, az internet áfáját csökkentettük, alapvető élelmiszerek áfáját, egy részének áfáját csökkentettük, és ezen az úton szeretnénk majd egyébként tovább haladni, hiszen már lehetett hallani, hogy a mostani áfa csökkentést is majd folytatni akarjuk tovább. Ez nem csak azért jó, mert a lakosságnak olcsóbb lesz nyilvánvalóan egy-egy áru, mert hát sajnos ismerve a magyar piacot, az lehet, hogy csak időleges. Amikor bevezetjük, akkor hirtelen lemegy az ára, és például a baromfinál vagy a tojásnál sajnos ott elképzelhető, hogy pont a madárinfluenza miatt hamarosan visszamegy az ára, vagy még nagyobb lesz, hiszen ha hiány lesz a baromfiból, meg hiány lesz a tojásból, akkor nyilván a keresletnek köszönhetően nőni fog az ára. Hanem azért is nagyon fontos, mert ezzel a fekete gazdaságot visszaszorítjuk. És minél jobban szorítjuk vissza a fekete gazdaságot, annál több adóbevétel lesz az államnak, és minél több adóbevétel lesz, annál több alapvető élelmiszernek tudja majd lente vinni az áfáját. Ez egy nagyon szép dolog, nagyon szépen körbeér ez a dolog, ugye? Tehát minél több adóbevétel van, annál több könnyítést tud tenni a kormány az áfa terén, és én biztos vagyok benne, hogy az idei esztendőben újabb alapvető élelmiszereknél fog megszületni az a döntés, hogy leengedjük az áfáját 5%-ra. Ezzel, még egyszer mondom, nem csak az embereknek a mindennapos életét segítjük, hogy olcsóbban veszik meg, mert ez kereskedőtől, meg kereskedelmi lánctól függő, ugye, hanem a gazdaságot is fehérítjük, és minél jobban fehérítjük a gazdaságot, annál jobban is fog működni a magyar gazdaság, és annál több lehetősége lesz a magyar embereknek. Tavaly decemberben egy fontos döntés is született, ugyanis az országgyűlés megszavazta a polgármesterek bérrendezését. Ezt ön nagyon fontosnak tartotta. Miért? Igen, én nagyon fontosnak tartottam, gyakorlatilag 3 évig küzdöttem azért, hogy a kistelepülési polgármestereknek a bére, amely a 2014-es választásokkal 50-100 ezer forinttal is csökkent az előző ciklus bérehez képest, és ugye van, aki a sokadik
polgármesteri ciklusát töltötte, és egy ilyen embernek, amikor hirtelen 50-100 ezer forinttal lecsökken a bére, pedig ugyanazt a munkát végzi, ugyanott végzi a munkáját, csak éppen volt egy választás, ez bizony roppant kellemetlen, és hát egzisztenciák is kerülhetnek így veszélybe. Én azt gondolom, hogy úgy igazságos, hogyha nem csak a nagy települési polgármestereket fizetjük meg tisztességesen, hanem a kis települési polgármestereket is, nem végeznek ők semmivel kevesebb munkát, mint egy nagy települési polgármester, csak más összetételő a munkájuk, de ugyanolyan fontos és ugyanolyan sok munkát végeznek egy-egy településen. És hát sikerült elérni. Ugye mindig volt valami akadálya ennek, elsősorban az ellenzéki pártok, hiszen bár mindig azt hajtották, hogy ők is azt szeretnék, ha megemelnénk, de ugye tudva levő, hogy amikor megvolt a választás, utána megtámadták a miniszterelnököt, hogy most meg akarja emelni a béreket. Siffer András volt a parlamentben, aki ebben az ügyben felszólalt, de a többi ellenzéki párt is így nyilatkozott a sajtóban, hogy most azért akarjuk megemelni a kistelepesi polgármesterek bérét, mert fideszes polgármestereket választottak a kistelepülésen nagy többségében, ami nem volt igaz, mert mindig is függetlenek voltak a kistelepülési polgármesterek nagy többsége, most is azok, meg majd a következő ciklusban is azok lesznek, szerintem, és még ez évtizedekig így fog lenni. Tehát nem pártfüggő a polgármesterség, én azt gondolom, főleg kistelepülésen. A következő esztendőben bevittük a béremelést, akkor a egyetlen ellenzéki párt egyetlen képviselőse szavazott velünk, két szavazatra lett volna szükség, de sajnos csak a Fidesz és a KDNP frakció szavazott igennel a törvényjavaslatra, ezért nem tudtuk megemelni, és most sikerült egy olyan kompromisszumot kialakítani, amely az öt párti tárgyalásokon, miután látható volt, hogy a Jobbik támogatni fogja a javaslatunkat bizonyos kompromisszumokkal, akkor bár az se az LMP, se az MSZP a tárgyaláson még nem állt a béremelés mellett, de miután nem akartak kimaradni belőle, ezért gyorsan ők is odaálltak, és szerencsére megszavazták, így aztán talán két LMP-s képviselő kivételével mindenki megszavazta a jogos bérkompenzációját a polgármestereknek, én azt gondolom, hogy ez így teljesen természetes. Egyébként is a versenyszférában is emelkednek a fizetések, jogos, hogy a polgármestereknek is emelkedjen a fizetése, akik a településeken a polgárok mindennapos ügyeit, bajait intézik, a település működését intézik. Gondoljuk meg, hogy a polgármesterek nincsenek, és nem dolgoznak jól, és nem figyelnek oda a munkájukra, akkor bizony megállhat az élet egy-egy településen. Közvilágítás, közlekedés, egy csomó dolog olyan van, amiről ők gondoskodnak, ők figyelnek oda rá, hogy működjön. Nem csak a fejlesztések, amit mindig kiemelünk, persze hát a település fejlesztés az ő gondjuk. A segélyezéstől kezdve csomó minden, ami hozzájuk tartozik, település üzemeltetés. Ha rátérünk magára a térség életére a tavalyi évvel kapcsolatban, fontos megemlítenünk az útfejlesztéseket és az útfelújításokat. Milyen utak újultak meg, és idén mi várható útfelújítások tekintetében? Hát ugye Jász-Nagykun-Szolnok megyében összesen 26 km úthálózat újult meg, ebből több mint 16 a mi térségünkben, ez azt gondolom egy nagyon jó hír, itt az egyik legfontosabb a 46-os út Mezőtúr-Képpó közötti több mint 11 km szakaszának a teljes pályás felújítása, ez egy nagyon fontos felújítás volt, de nagyon fontos volt a Mezőhék-Mezőtúr közötti útszakasznak egy újabb 6 kilométeres felújítása, illetve Kunszentmártonban egy 200 méteres útszakasz a 44-esen, de ez egy olyan útszakasz, ahol a kereszteződés van, ahonnan lekanyarognak Kunszentmártonba, és bizony ennek a felújítása a sok baleset miatt nagyon fontos volt, hogy közvilágítás lett, és nagyon jó minőségi útborkolat is. Ezek voltak a tavalyi esztendő, és ezt folytatjuk az idei esztendőben. Ugye az idei esztendőben fog elindulni a Turkeve Mezőtúr útnak a teljes pályás felújítása, a Kuncsorba Turkeve út teljes pályás felújítása, be fogjuk fejezni a Mezőhék Mezőtúr útnak a teljes pályás felújítását, és hát Mezőtúron a 46-os útnak belterületi felújítása is lesz, de egyéb térségben levő utak is meg fognak újulni, Matfűn, Szelevényben, tehát sok utat fogunk megújítani. Ez mellett a 44-es útnak az építése is elkezdődik a megyében, az M44-es gyorsforgalmi útnak, ami nagyon fontos, és hát ne felejtsük el, hogy a 4-es útnak az építése is elkezdődik Budapesttől Szolnok felé. Ez egy nagyon fontos rész, hiszen mi, akik járunk innen Budapest felé autóval, bizony nem mindegy, hogy tudunk gyorsforgalmi úton közlekedni, vagy nem tudunk. Tavaly évben több kormányablak is kialakításra került, úgy mint Mezőtúron és Törökszentmiklóson is. Ez mennyiben könnyíti meg a lakosoknak az ügyintézést? Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a kormányablakokban intézzük azokat az ügyeket, amik akár a vállalkozás, akár személyes papírok. Rengeteg ügyet intéznek az emberek a kormányhivatalokban.
és nagyon fontos az, hogy a kormányablakok a lehető legmodernebbek legyenek, nem csak számítástechnikailag, hanem az odaérkező vendég és az ott dolgozó az emberek számára is. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy a mezőtori kormányablak az, bár ő is meg lett újítva, de az viszonylag még jó állapotban is volt, hiszen az önkormányzat előtte szépen felújította azt az épületet, megcsinálta azt a részén, de ez is átalakult egy kicsit, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó és korszerű lett. Ugyanilyen kormányablak került kialakításra a Törökszentmiklóson, Kusszentmártonban, és hát vannak olyan területek, ahol ezeknek a kormányablakoknak, illetve kormányhivatalhoz tartozó épületeknek a felújítása most is folyamatban van, például a Törökszentmiklóson és Kusszentmártonban. Tehát én úgy gondolom, hogy mindent elkövet a kormány azért, hogy a lakosság az ügyeit azt a lehető legmodernebb körülmények között és a lehető leggyorsabban el tudja intézni. Az a cél, hogy az egyablakos ügyintézéssel gyakorlatilag a lehető legkevesebbet kelljen a lakosságnak az ügyeintézésével foglalkoznia. Én azt gondolom, hogy ez egy nemes cél, sokat léptünk ebben előre, de még van számtalan tennivalónk. Ki kell térnünk a területfejlesztési koncepcióra is, ezzel kapcsolatban mik a legfrissebb fejlemények a térséget érintően? Hát ugye a területfejlesztési koncepcióban ugye a top pályázatok kerülnek majd elbírálásra, és ezek a top pályázatok nagyban érintik Mezőtúrt, hiszen Mezőtúrra a top pályázatokban közel vagy több mint 3 milliárd forint értékű pályázat van beadva, akár a református egyház részéről, akár az önkormányzat részéről érintett pályázatok, illetve az egész térségből, több mint 15 milliárd forint értékű pályázat van beadva már a TOB-ba. Én bizakodó vagyok, hogy ezt a hatalmas mennyiségű pénzt, ezt a rengeteg fejlesztést, amit ez mögött áll, azt mind el tudjuk végezni a következő két esztendőben. Tehát én azt gondolom, hogy jól állunk, a pályázataink megfelelőek lesznek, és szerintem 95-98%-ában nyerni is fognak, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok fejlesztést fogunk irányítani. De hát azért örvendetes hírek, hogy a kormány év végén igen jelentős összeget szánt a települések fejlesztésére. Ennek keretén belül a mi térségünkben is 4 település is kapott forrásokat, 2 a Tiszazukban, 2 pedig itt a mezőtúri térségben. Ebből az egyik Mezőtúr, aki 50 millió forintot kapott járda útfelújításra, és polgármester urammal egyeztettünk, hogy ebből fog megújulni a református gimnáziumtól a főtéren keresztül, a főtéren át a teljes járda, a parkolók lesznek kialakítva, a református templom bejárta meg lesz újítva, tehát ez egy óriási fejlesztés, én úgy gondolom, illetve a református gimnázium 210 millió forintot kapott, hogy tovább folytassa az iskolának a felújítását, és itt a díszterem és annak a környezetének a felújítása fog megtörténni. Tehát azt gondolom, hogy Mezőtúr, illetve a mi térségünk kiemelten szerepelt ezen a pénzosztáson is, hogy úgy mondjam, tehát nem állunk rosszul, a megyében a második legtöbb forrás érkezett az évvégi pénzosztásra ide. Hát az első, talán nem kell mondjam, hogy Karcak környéke volt, de onnan ugye 2 miniszter is van a kormányban, így a második hely az azt gondolom, hogy nem szégyen, hanem büszkeséget tölthet el, hogy bizony jelentős forrásokat tudtunk mozgósítani a mi térségünkbe az évvégi pénzosztáson is, és a top pályázatokban is úgy néz ki, hogyha minden úgy megy, ahogy szeretnénk, akkor a második legtöbb forrást tudjuk egyébként ebben a térségben mozgósítani a megyén belül. Itt is a karcagi térség az, aki a legtöbb forrást tudja kipályázni, de mi vagyunk a másodikok itt is. Tehát minden reményünk megvan arra, hogy az, ami a top pályázatnak a lényege, hogy föl tudjunk zárkózni, hogy minden településen legyen Európai Uniós fejlesztés, erre minden esélyünk megvan ebben az esztendőben, és hát a következő években persze, mert nyilván minden pályázat nem fog lezárulni ebben az esztendőben. Maximum kírják, győztes lehet a pályázat, de azért minden építkezést nem fognak tudni befejezni, azt gondolom. Ha rátérünk kicsit Két Pó életére, a közösségi oldalon látható, hogy javában zajlanak az Alföldi Betyár Ételfőző Fesztivál előkészületei, amelyet idén is júniusban rendeznek meg. Hogyan állnak az előkészületek? Hát igen, most a parlamenti szünetben van a legtöbb időm ezzel foglalkozni, az igazság, meg hát dolgozni is kell rajta, hogy össze tudjuk hozni a programot. Azt gondolom, hogy ahogy az elmúlt esztendőkben mindig, most is változatos és nagyon jó programmal fogjuk várni az odalátogatókat.
hiszen rengeteg élő koncertünk lesz, tehát most már azt gondolom, hogy a fesztivál elment egy olyan irányba, amikor az élő koncertek dominálnak. Ha jól emlékszem, pénteken nem is lesz más, csak élő koncert, hiszen az Attila fiai lesznek, ahol neves zenészek játszanak ebbe az Attila fiaiba, hogy csak mondjak kettőt, Kalapács József, Rudán Joe, Tóth Renáta, hogy hölgyet is mondjak. Utána a Skorpió együttes, aki egy évben 2-3 koncertet ad. A Skorpió együttes lesz, utána az Oszcián együttes, és utána pedig a Hooligans fog fellépni egy pénteki napon. Tehát ez mind élő koncert, tehát pénteken például csak élő koncert lesz nálunk. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy a fesztivál ennyitől előlépni, és hogy ilyen neves előadók is szerepelnek nálunk. De hát, hogy más műfajból is mondjak, jön hozzánk Lagzi Rajcsi, itt lesz Péter Stramek, egy lemezbemutató koncert lesz, tehát egy olyan koncert lesz nálunk, a Skiti, a zenekarnak a lemezbemutató koncertje lesz, hiszen a Képói Önkormányzat az egyik főszponzora a lemezük kiadásának, és ezért a Skiti, a zenekar a lemezbemutató koncertjét azt Képón fogja megtartani, óriási látványossága, hiszen nyilván egy lemezbemutató koncert azért más, egy kicsit, mint az összes többi koncert, úgyhogy itt mindenféle pirotechnikai és egyéb látványosságokra is számíthatna a közönség. És ha azt elmondjuk, hogy ez egyébként a lemezbemutató koncert, a Kárpátia koncert előtt lesz, tehát még utána még emelünk a dolgokon, akkor elmondhatjuk, hogy tényleg egy nagyon vegyes program lesz. És hát természetesen nem maradhat el az Edda együttes, a Triász, nagyon sok föllépő lesz, jön a Kokas Banda Felvidékről, tehát illetve bocsánat, Kárpáton járul a Kokas Banda, az Kárpátai, a Péter Stramek a Felvidéki. Tehát tényleg változatos a program, a gyerekeknek most is ingyen lesz az összes játék, sőt a tegnap kerestek meg, és tegnap beszéltük meg a Skita Motoros Egyesülettel, hogy szombaton délután 2-től ingyen fogják motoroztatni a gyerekeket ott a településen egy kijelölt pályán, viszik őket egy-két kört, megnézhetik, milyenek ezek a motorok, amivel ezek a fiúk járnak. Én azt gondolom, hogy nagyon szép dolog, ráadásul még főzni is fognak, részt vesznek a főzőversenyben, és azt mondták, hogy akinek csak jut, ők mindenkit meg fognak kínálni az ételükből, úgyhogy ez is egy külön kuriózum. Természetesen lesz főzőverseny, lesznek gyerekprogramok, nem csak ingyenesen játszhatnak a gyerekek, hanem jönnek a gólyalábasok, lesznek külön gyerekműsorok, jön Mátyás király. Tehát nagyon-nagyon változatos lesz, én azt gondolom, a program, mint ahogy mindig is szokott, és hát természetesen nagyon szép kézműves vásárt szeretnénk csinálni, mint ahogy tavaly is volt, hogy azok, akik nem csak szórakozni jönnek, hanem vásárolni, azok is jól érezhessék magukat. És ugye sok mindenben egyedi ez a fesztivál, nem csak abban, hogy minden korosztálynak ad szórakozási lehetőséget, hanem abban is, hogy a gyerekeknek minden egyes játék ingyen van. Ez mellett azt gondolom még az is egy fontos kiemelendő, hogy mi várjuk azokat a családokat is, akik kispénzűek és nem tudnak sok pénzt elkölteni. Hiszen a fesztiválon gyakorlatilag nem muszáj semmit sem megvásárolni. Az összes játék a gyerekeknek ingyen van, a koncerteket ingyen lehet nézni, és hogyha valaki úgy gondolja, hogy hozza a saját piknikkosarát, hozza a saját italát otthonról, akkor is kijöhet, akkor is kap ülőhelyet, akkor is le tud ülni, akkor is jól tudja érezni magát. Én ezt tartom a legfontosabbnak, hiszen itt vidéken, távol Budapesttől az embereknek nincs olyan jövedelmi viszonya, amivel meg tud fizetni egy-egy ilyen zenekarnak a föllépését, vagy koncertjét, hogy megnézze. Tehát azért, amikor egy zenekarnak a koncertjére 2000-2500 forint a belépő, akkor bizony azt nehezen fizetik meg a családok, főleg ha többen is elmennének megnézni egy ilyen koncertet. Mi ezért csináljuk ezt így, hogy minél többen eljönnek. És mindig hangsúlyozni szoktam, hogy nagyon-nagyon szívesen látjuk, és én mindig nagyon boldog vagyok, hogyha látom, hogy emberek piknikkosárral érkeznek, fölpakolva érkeznek, mert nem az a fontos, hogy ők mennyi pénzt költenek el a büfében, hanem az a fontos, hogy eljöjjenek és jól érezzék magukat. Nyilván az idén is több ezer embert várunk, mint ahogy mindig. Úgy szokott lenni, hogy jönnek, az Edda koncert bizonyított, hogy még az esőben is nagyon sokan kijöttek, hogy megnézzenek egy jó zenekart. És hát miután tavaly már az egész Kárpát-medence minden pontjáról voltak nálunk vendégek, Felvidéktől, Délvidéken át, Kárpátalján át, Erdélyig,
abba bízom, hogy ez most is így lesz, hogy azok, akik egyszer eljöttek hozzánk, azok újra el fognak jönni, és tényleg azt mondhatjuk, hogy itt a Történelmi Magyarország Emlékparkban, ahol a fesztivál nagy része zajlik, megvalósulhat egy kicsit a nemzet egyesítése, hiszen a nemzet, a szétszakított nemzetünk minden pontjáról lesz olyan, aki érkezik, és közösen tud szórakozni, közösen tud akár beszélgetni, mulatózenét hallgatni, vagy éppen, mint a Skíti a zenekar, vagy a Kárpáti a zenekar, nemzeti rockzenét hallgatni, és egy kicsit a nemzeti lelkületét megemelkedjen a nemzeti lelkülete, hiszen azért mégiscsak egy olyan emlékparkban vagyunk a fesztiválon, ahol a hét vezér, Árpád fejedelem és Attila királyszobor áll. Én azt gondolom, hogy ez a park már magában is egy komoly nemzeti érzelemet hoz. És hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, el kell mondjuk, hogy természetesen a mi rendezőgárdánk nem változik. Ugyanazok a barátaink fognak vigyázni arra, hogy mindenki biztonságban tudja akár a gyermekét ott nálunk, akár saját magát, akár az autóját. Ugyanaz a rendezőgárda lesz, aki tavaly előtt, azelőtt és mindig volt. És nem is kívánunk rajta változtatni, hiszen ők a mi barátaink, és az ember a barátait az ott nem cserélgeti le semmilyen őrzővédő cégre, én azt gondolom. Beszélgetésünk végéhez közeledve, amiről még szót kell ejtenünk, hogy az idei esztendőben is várja a lakosokat mindennapos, illetve közterületi fogadóórával. Miért tartja fontosnak, hogy ilyen formában találkozzon a választópolgárokkal? Hát az az igazság, hogy én ugye annak idején láttam, hogy az elődeim hogyan csinálták, hogy meghirdettek egy fogadóórát, bementek a polgármesteri hivatalba, megérkeztek, és ott vagy volt valaki, vagy nem volt senki. És én azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogyha ott vagyunk egy közterületen, és hogyha valaki oda akar jönni, akkor úgyis oda tud jönni, de lehet, hogy, és nagyon sokszor fordul elő, hogy csak megállnak beszélgetni, vagy csak meglátnak, és akkor jut eszük be, hogy valamit közölni akartak volna, de jó, hogy megláttak. Ez egy fontos dolog. Tehát úgy is kapcsolatot tudunk teremteni, hogy, hogy nem kell hivatalosságokra várni. Most például vasárnap leszünk 8 órától a piacon, ugye, mert vasárnap jön el. És ez független attól, hogy hány fok van, hogy esik, hogy fúj, vagy mi történik, ezt most már hosszú-hosszú évek óta gyakorlatilag csináljuk, hogy én mindig ott vagyok, ha véletlenül a parlamentben vagyok, vagy valami átadó ünnepség van, akkor kollégáim, de hogy mindig ott van valaki a megadott időpontban, az biztos. A másik, hogy ugye ott a mindennapos fogadóra, amivel tényleg állandóan elérhetőek vagyunk, ezt ugye meg is hirdetjük is folyamatosan, akár bármelyik polgármesteri hivatalba bemennek és mondják, hogy szeretnének velem találkozni, a hivatalból szólnak nekünk, akár van egy telefonszám, amit hogyha fölhívnak, akkor a kollégáim fölveszik és időpontot egyeztetnek, és vagy elmegyünk hozzá, vagy eljön hozzánk, ahogy neki jobb. Holnap is megyünk így lakoshoz, akár e-mailben, akár Facebookon tudnak velem kapcsolatot teremteni. Tehát én azt gondolom, hogy annyi lehetőséget próbálok meg biztosítani, amennyit csak lehet, hogy a képviselőt megtalálják. Hogyha segítségre van szükségük, ha tanácsuk van, ha ötletük van, akkor azt meg tudjuk valósítani. Nagyon sok olyan ötletet kapok, amivel a mindennapos életét az embereknek meg lehetne könnyíteni. Most a legutolsót mondjam. És ezzel már dolgozunk, hogy a frakció elé véve, hát hogyha sikerül egy törvényjavaslatot csinálni bele, hogy például a tűzifát azt a legtöbb országban, Európában köbméterben árulják az embereknek, tehát köbméterben adják el. Nálunk van csak az, hogy bár megveszik köbméterben a fát a tüzépek, de utána továbbadják mázsában. És ugye nem mindegy, hogy egy köbméter fát veszel, az száraz, vagy veszel egy köbméter fát, az vizes, de mázsában kapod meg. Az egy köbméter fának, ha száraz, akkor lehet 10 mázsa is, és ha vizes, akkor meg lehet 15 mázsa is. Ugyanaz az egy köbméter fa. És ugye itt akkor már rögtön rosszul jár a lakos. És ezzel a javaslattal keresett meg egy lakos, és én ezt a javaslatot szeretném most az országgyűlés elé vinni, hogy már pedig a fát, a tűzépeken a tűzifát, azt köbméterbe kelljen árulni. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Ez is egy lakossági megkeresés. Mindig minden javaslatot egyébként elviszek a frakcióm elé, és mindig minden egyes problémával próbálok foglalkozni, és próbálunk segíteni rajta. Mindig nem sikerül természetesen, hiszen vannak olyan problémák, amik mi sem tudunk megoldani, de azért nagy többségében sikeresek vagyunk.
vagyunk. Az idei esztendőben is több mint 1000 ember keresett meg a problémájával, és több mint 1000 embernek a nagy többségének, még nem néztem vissza a jegyzeteinket, de szerintem több mint 80%-ának sikerült, mert ez szokott lenni az arány, körülbelül sikerült is valamilyen megoldást találni a problémájára. És ez a legfontosabb, azt gondolom. Tehát én hívom és várom ezután is a lakosokat. Az a dolgom, azzal bíztak önök meg, hogy mindig elérhető legyek, és mindig a rendelkezésükre álljak, és próbálják önöknek segíteni. Ezt próbálom végrehajtani, majd most vasárnap is 8 órától a piacon, függetlenül attól, hogy éppen hány fok lesz. Voltunk már 15 fokban is kint a fogadóórán, voltunk 12-ben is, és voltunk 35 fokban is. Az időjárás nem befolyásolhatja a képviselő munkáját. Köszönjük szépen még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük szépen a beszélgetést. Sikeres évet kívánunk 2017-re, és jó munkát! Én is köszönöm szépen, és várok mindenkit a fogadóórán vasárnap a piacon. Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták, további kellemes napot kívánok önöknek, viszontlátásra!